Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mindenek előtt szeretném a szervezőknek megköszönni azt a nagyszerű lehetőséget, amely apropót ad ahhoz, hogy néhány dolgot összefoglaljak mindenről, ami az egyik kutatási témám, és ami az egyik közös missziónk, bizonyos emberi tevékenységeket hogyan tudunk az oktatás, a nevelés és a bűnmegelőzés szolgálatába állítani. Köszönöm a címet is, a Legyen a művészet a szenvedélyed idézőjelvetett címet, illetve mindazt, amit elmondhatok ma a művészet és a zene hatásáról. Hiszen minden, ahogy mondani szoktuk, az agyban dől el, sőt, ez az, ami ma a bevezetőkben és az egyik előadásban ugye szó volt arról, hogy az emberi test a hardware, hát az emberi agy az a rugalmas hardware, amely mindent meghatároz és amelynek alakulása a környezettől függ. Amit 30-40 éves korunkra tudunk, vagy amilyenek 50 éves korunk táján vagyunk, személyiségünk, értelmi működésünk, érzelmeink, gondolkodásunk és minden más sokkal inkább a környezetnek, tapasztalatainknak az eredménye, mint mindaz, amivel genetikailag indultunk a kezdetkor. Hogyan is indul mindez a rendszer, és mit tud? Mit lehet felhasználni a tudomány oldaláról. Amiről ma beszélni szeretnék röviden, hogy mivel indul az az emberi agy, amelyre hat minden. Minden olyan tevékenységünk, amelyet nem csak egyedül végzünk, hanem egy társas közegben. Mi a zene szerepe ebben? A művészet egészére nem térek ki, mert ilyen rövid időben nem férne bele. Ahogy ezt az angol nyelven szoktuk mondani, a wired in, tehát a behuzolozott agy, amivel indulunk, ez azonban sehol nincsen készen, hova jut el, azt néhány lépésben bemutatnám. És ami a lényege a művészetnek és a zenének, az a tuning, az az újrahangolás, amely a működés során, a tapasztalatok során az egyedül, közösen és egy társas közegben végzett tevékenység eredménye. És mindez milyen hatással van sok minden mással, vagyis az úgynevezett zenei agynak, mi a kapcsolatrendszere, és hogyan tudjuk ezt felhasználni. Beszéljünk először a behuzalozott agyról. Van egy csodálatos teljesítménye az emberi agynak, amelyet adaptív plaszticitásnak nevezünk. Az adaptív plaszticitás pedig azt jelenti, hogy miközben biológiai átalakulás történik az agyi hálózatokban, az a szoftver, nevezetesen, hogy mire használjuk, mit tanulunk, milyen közegben növünk fel, milyen példákat látunk, mit tudunk, milyen verseken, dalokon, meséken növünk fel, milyen a család, elég jól működő-e a család, milyen az a társas közeg, amelyben megtaláljuk önmagunkat, amelyben személyiségünk kialakul, az egy biológiai működésre épül, és ez a biológiai működés azt jelenti, hogy ebben, hogyha követik a nyilat, akkor látni fogják, hogy ebben a működésben az agy fokozatosan átalakul, óriási változás történik 5 és 10 éves kor között. A színek azt jelzik, hogy minél kékebb egy terület, annál inkább befejezett annak a működése, annak inkább annak a használhatósága bizonyos új változásokról, tudás, készség megszerzésére. Van azonban egy terület, amely nagyon sokáig nyitva marad, és felnőtt korban is, ez az, ami a beszéd, a zene, és ezek kapcsolata azokkal a funkciókkal, amely az agy homloklebenyéhez kötődik, azok a társas kapcsolatok, amik miatt ezt a területet az úgynevezett szociális agynak szoktuk nevezni, és ez a szociális agy, amelynek az érzékenysége a serdülő korban rendkívüli módon megváltozik. A jutalmazó rendszerben a társak kerülnek az első helyre, ami azt jelenti, hogy ebben az életkorban a társak példája, szerepe a meghatározó, a társak jelenléte válik jutalmazóvá, bármit tegyenek is.
Az adaptív plaszticitás következtében azonban a környezet hatására egy specializáció következik be. Szép, színes agytérképeket mutatok, azok is tudják követni, akik nem értenek hozzá. Nevezetesen a bal oldalon található agynál látni fognak nagyon sok színes területet, ami azt mutatja, hogy a pszichológia, ami az egyik alapszakmám, tudása szerint össze nem tartozó funkciókat ugyanazok egymást átfedő hálózatok látnak el, és ezek az egymást átfedő hálózatok alakítják ki azt a végleges működést, amelyre a serdülőkorban, a felnőttkorban különösen támaszkodunk, és amelynek következtében átalakul mindaz, ami ezeknek a rendszereknek a kapcsolata. Ezek nagyon egyszerű térképek, ahhoz képest, amilyen összetett a rendszer, de azt lehet látni, hogy az agyban nagyon sok olyan terület van, amely eleve ott van, de majd másra használjuk, vagy bizonyos területeket megszállnak azok a funkciók, amelyekre az agyat használjuk. Ugyanis ez a húzalozás az alapja annak, amelyre majd a kreativitás épül. A kreativitás, ami az új és eredeti létrehozása, és bár a pszichológia mai napig küszködik a kreativitás fogalmának meghatározásával, mérésével, azt tudjuk, hogy sokféle, de legalább kétféle, két csoportba tartozó kreativitás található, jelenik meg az emberi életben. Az egyik az elkreativitás, aminek semmi köze az elvilághoz, ez az egyéni, az egyén kreativitása, új ötlete, találmánya. És van egy úgynevezett T-kreativitás, ami történelmi távlatokban valósul meg, egy új találmány, és az emberiség ilyen találmányokkal van tele, amelyeket használunk, amelyeket megtanulunk használni az iskolában, a mindennapi életben. Ezek a találmányok mind T-kreatívak, ezeknek története van, de nem tudjuk, hogy mikor jelenik meg a következő ilyen esemény, és ezek az elterjedten használt találmányok újra hangolják az agyat. Mik ezek a találmányok? Ilyen az írott nyelv, ilyen a zene, ilyen a matematika, és ilyenek az információs technológiai eszközök. Mindegyiknek a használata, amely az értelmi működést, a tudás megszerzését, a készségek kialakítását befolyásolja, és ugyanakkor jelentős hatással van az érzelmi, motivációs élet fejlődésére, és ezeken keresztül sokféle módon alakul a fejlődő emberi agy. Nézzük tehát, hogy hogyan is történik a hálózatnak az újrahangolása. A 3M, amelyről ma itt szó van tulajdonképpen, a mozgás, a művészet és a megelőzés, ez a hálózat újrahangolásával kapcsolódik össze. Ebben a hálózatban nagyon sok minden történik, mégpedig azon a módon a zene esetében, amelynek hatására az agy szerkezete és működése is átalakul. És a kérdés az, minden területen, akár sportnak, bármilyen tréningnek a hatását nézzük, hogy ma a teljes repertoárral, ami a rendelkezésünkre áll, a hatást megbízhatóan mérni tudjuk. Javíthatatlanul empirikus ember vagyok, vagyis ha valamiről azt mondjuk, hogy hat, működik, átalakít, másfajta eredménnyel jár, annak van egy hordozója, az emberi agy, amely mérhető, amelynek megvannak a szabályai, hogy hogyan kell mindazt követni, hogy például a zene hogyan hat az emberi agy fejlődésére. A kérdés persze mindig az, hogy mi az, ami mérhető, hogyan mérhető, számszerűsíthető-e, megismételhető-e. A megismételhetőség a tudomány egyik nagyon fontos alapja. Egyszer valaki talált valamit, közölte, utána mindenkinek azt meg kell tudni ismételni, vagy ha nem, nem az az eredmény jön ki, meg kell találni, hogy mi okozza a különbséget. Például az-e, hogy a nyelvek különbözőek, az-e, hogy milyen életkorban, hogyan hatott a zene,
ő maga énekelt, zenét hallgatott, vagy zenélt is, egyedül, vagy csoportban, sportolt, vagy nem sportolt, egyedül, vagy csoportban, milyenek a társas kapcsolatai. Mindezeknek a biológiai mechanizmusait még nem teljesen értjük, de hisszük, hogy megérthetők. Átalakul ugyanis a zene hatására az agy szerkezete. A pszichológia viselkedéses teszteket használ, ha valamilyen tréning program van, akkor megnézi, hogy a dallamnak, a ritmusnak a feldolgozása hogyan működik. Jobb eredményt nyújtanak-e azok, akik a kívánatos tréning programban vettek részt, azokhoz képest, akik egy másik tréning programban vettek részt. Ha valamilyen tréningnek a hatását akarjuk vizsgálni, soha nem csinálunk olyat, hogy egyik csoport nem csinál semmit. Ugyanis az a foglalkozás, amely megemeli a társas érintkezések szintjét, önmagában is hatni képes, tehát ezt egy olyan változóként kell kezelni, hogy mind a két csoport, akiket vizsgálunk, kap egyfajta foglalkozást, de nem ugyanazt a tréninget, nem ugyanazt a foglalkozást. Amit itt látnak, bal oldalt látnak egy nagyon szép kis kék foldot, nem az összesre hívom fel a figyelmet, jobb oldalt, és itt egy nagyon szép kék, világos kék, pici kis foltot, ezeken az ilyen szürke strandlabdákon, amiket agytérképként mutatok. Az egyik az a terület, amely a finom mozgásokkal foglalkozó területnek a jelentős szerkezeti változása, vagyis egy relatív térfogat növekedése azokhoz képest, akik nem ebben a tréningben vesznek részt. A másik, a jobb oldalnak az a területe, ami elsősorban a hanganalízist végzi, és a harmadik az a terület, amely a, talán az egyik legfontosabb, nevezetesen azaz, úgy nevezük, hogy kérgestest, nem ez a lényeg, ez, úgy képzeljék el, hogy ez az a szalagkábel, ami a két féltekét összeköti, amelyen a különböző információk közlekednek. Soha nincs olyan, hogy valami csak bal vagy csak jobb agyféltekével végzünk. A jobb vagy a bal agytekének van kitüntetett szerepe valamilyen feladatban, ő a vezérlő terület, de ezek összetartoznak. Mit mutat mindez, hogy a zene ezekre a funkciókra épülve jelentősen átalakul, mérhető szerkezeti változásokat mutat. Átalakul a funkció. Nézzék meg ezt a gyönyörű képet arról, hogy a zenének az állandó használata és a zenének nem csak a művelése, tehát nem csak a zenélés, hanem maga a hallgatás, a mozgás, zenehallgatás, mozgás az agyi területeket átalakítja, és jobb oldalt, amit látnak, az a magyar neurobiológiának egyik kedvenc célpontja, úgy hívják, hogy hippokampusz, mert a tengeri csikóra hasonlít, ez az emlékezeti és az érzelmi funkcióknak egyik meghatározó területe. Értelmi, működési, funkcionális kapcsolatok alakulnak ki, újak, és ezekhez kapcsolódnak az érzelmek, illetve mindaz, amely az egész agynak a kapcsolatrendszerét működteti. Egy olyan képet mutatok itt most önöknek, ami azt mutatja, hogy az úgynevezett konnektivitás, tehát az agyi hálózat egyes területeinek az együttműködése milyen erősen működik. És ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy vannak bizonyos zenék, gondoljanak arra, biztos hallottak a Mozart effektusról, aminek csak egy részét sikerült az idegtudománynak bizonyítani, nem túl sokat abból, hogy babáknak állandóan Mozart zenét kellene játszani. Tehát azt nézzék meg, hogy a country, a klasszikus zene, a rock, a rap és az ismeretlen zene között nagyon lényeges különbség van valóban, és ez a piros-zöld terület a hallókéreg, de a többi terület is mind az agyi hálózatot mozgatja, tehát átalakul a funkció. A zenének sajátos hatalma van, nevezetesen, hogy egy kiterjedt agyi hálózaton működik. Ez egy olyan PET felvétel, pozitron emissziós tomográfia, az egyik képalkotó eljárás, amelyen nyugalmi állapotban látják az agynak a működését, és ha megnézik ezt a csodálatos, újabb, kicsit deformált
strandlabda, lehetne baseballlabda is, piros-sárga területek, amelyek egy hatalmas, nagy agyi hálózatot működtetnek a kedvenc zenénk hallgatása közben. És minden generációnak más a kedvenc zenéje, de a klasszikus zenei műveltség is átadható a kedvenc zenével, lehet R&B üzemmódban pentaton zenét játszani, számos országban vannak ilyen programok, a Kodály módszer rokkosítva, vagy a Kodály módszer más módon, mert hat, mert az agyi funkciókat átalakítja. Hogyan? Egy nagyon erőteljes hálózaton, azonban ennek a hálózatnak az átalakulása, szerkezeti és működési átalakulása hat más területekre is. Ennek többféle oka van. A zenei agy kapcsolatrendszere ugyanis arra épül, hogy kölcsönhatásban van más funkciókkal. Említettem az érzelmi és értelmi funkciókat, ugyanakkor, hogyha megnézik ezt a területet, ugye a nagy piros foltokkal, azt mutatja, hogy már az agykérgen is egy óriási nagy elosztott hálózatot működtet. Mondhatnám azt is, ez tudományosan nem egy helyes kifejezés. Rezgésbe hoz, azokon a hálózatokon működik, amelyet majd mindjárt elárulok, hogy mik. Bal oldalon azt az eredeti címlapot mutatom, amelyen Oliver Sacks, aki az egyik legnépszerűbb tudományos ismeretterjesztő könyvet írta a zenéről, Muzikofilia címen, mesék a zenéről és az agyról. Egy neurológus, aki elmondja, hogy milyen módon lehet a zenén keresztül a személyiséghez hozzáférni, a bezárult, becsukódott személyiséghez, az Alzheimeresek emlékeihez, a pszichopaták terápiájában hogyan lehet tovább lépni, és minden másfajta viselkedés deviációban hogyan lehet a zenére és a zeneterápiára, a zenei tréningre támaszkodni. A terápiáról azonban kevesebbet szólnék egészen csak az előadás legvégén, ugyanis a zene az, ami egy unikális plaszticitástól, tehát amellyel a gyermeki agy indul a világban, eljuttatja egy úgynevezett metaplaszticitásig az emberi agyat, ami azt jelenti, hogy a különböző területeknek az összekapcsolódása történik, akkor, amikor mi zenélünk, amikor mi magunk énekelünk, zenére táncolunk, tehát egyszerre mozgást végzünk, és a zenének mindenfajta elemét hagyjuk az emberi agyra hatni. És az a terület, amelyen a zene elsősorban működik, az a nyelvi fejlődésben hoz egy jelentős előrelépést, a zene és nyelv kölcsönhatásban van egymással. Ugyanis a két rendszer jelentős átfedésben ugyanazon a hálózaton működik, a zene és nyelv kölcsönhatásában mérhető változások vannak, és ez az összehangolás egy nagyon hierarchikusan szervezett hangfrekvencia feldolgozásban működik, ugyanazokra az elemekre, agyi biológiai törvényszerűségekre épül, vagyis a fejlődésben lévő nyelvi hálózatot, a beszédet, a beszédhallást, a beszédhanghallást erőteljesen fejleszti, és az újrahangolás már nagyon lent az agykéreg alatt kezdődik. Ugyanis a zene és a nyelv, és itt most mutatom önöknek azokat a piros területeket, amelyek a mozgással foglalkoznak, finom mozgás, nagy mozgás, írás, olvasás, beszéd, beszédmozgatás, értés, kapcsolódó területek egy oda-vissza ható körforgalmon működnek, és körülbelül 10-12 éves korig, de a mai vizsgálatok szerint inkább tovább, az emberi agy még differenciálatlan. Differenciálatlanok azok a hálózatok, amin a zene, a nyelv és a matematika működik. És mindezek azt jelentik, amelyet akadémiánk egykori elnöke, a híres
zeneszerző, tanító, oktató Kodály Zoltán már 50 évvel ezelőtt fölismert. Ma tudjuk bizonyítani azt, hogy a zene hatására javuló, megismerő funkciók, és ezek hatása az iskolai előmenetelre, az iskolai előmenetel hatása a gyerekek jövőjére, a munkahelyi elhelyezkedésükre milyen hatással van, milyen nagyon korán meghatározott utat jelöl ki. Miért? Mert a zene nem csak ezeken a hálózatokon működik, hanem amire fölhívnám a figyelmet, ezek a szép zöld területek az emberi agyon. Van egy olyan hálózat, amely valamennyi úgynevezett modalitás terület fölött működik, ugye a látási feldolgozás, hallási feldolgozás, tapintás, mozgás, ezek mind működnek ezen a hálózaton, amely a képzelet során is működik, tehát a zenének, az éneknek, a verseknek, tehát a művészet egészének egy olyan kiszolgálója van az emberi agyban, amely egy ezektől független nagy hálózat. Miért így működik? Mi magunk is elvégeztük azt a komplex tréninget, amelyet első osztályosokkal végeztünk. Az egyik osztályban egy nyelvi fejlesztő tréningben vettek részt, ők a kontrollcsoport a bal oldalon. A másik csoport egy nagyon összetett, Kodály alapú zenei fejlesztő módszerben vettek részt, ahol első osztályban és második osztályban mértük a gyerekeket, összehasonlítottuk azokat az eredményeket, amelyeket a képen itt úgy látnak majd, mintha valami csökkenne, egy negatív irányú kitérése annak az aktivitásnak, amit a hajas fejbőrön kicsi sapkába tett elektródákkal mérünk, annak jelentős változása következik be. Ezek a gyerekek intenzíven foglalkoztak a zenével, a hangokkal, az énekekkel, az órán játszhattak, ugrálhattak, a hangokat lefestették, lerajzolták, kiszínezték. Minden mértékben azzal foglalkoztak, hogy miből áll a zene. Amiből a zene áll, abból áll a beszéd is, és ez a változás, ami mind a két félteke, de elsősorban a beszédfeldolgozással foglalkozó területekben még egy év múlva is jelentős változást mér, ami aztán a beszédhangok feldolgozásának feltisztulása sokkal jobb olvasási eredményekkel jár, hiszen itt ez a terület, amely aztán a hallási és a látási eseményeket összekapcsolja. Ezek a gyerekek könnyebben, gyorsabban, jobban megtanultak olvasni, amelynek egy magas szintű használata ma Magyarország számos régiójában és számos korosztályban komoly problémát jelent. Mik a további hatások? Amint említettem, az érzelmi motivációs rendszeren hat, az emlékeinkre hat. Nézzék meg, hogyha a zöld területek azok, amelyen ismerős zenét hallunk, a kék területek azok, amelyek a kedvelt zene feldolgozásával foglalkoznak, de ahol a kék átfed valamivel, és ezek az emlékek, az a homloklebeny terület, amely mindenért felel, amit csinálunk, az úgynevezett végrehajtó funkciók, hogy valamit elterveztünk, megvalósítottunk, ellenőriztünk, hibát javítottunk, fenntartjuk ezt a viselkedést, gátoljuk azt a viselkedést, ami nem eredményre vezető. Nagyon sokat tudunk erről a területről, de nem eleget. Keveset tudunk arról, hogy a természettudomány és a zene milyen kapcsolatban áll egymással, bár Einstein, aki itt egy zongoránál ül, azt mondta, hogy az lesz a jó természettudós, aki énekkel és zenével nőtt fel. A további hatások természetesen használhatók terápiás eszköznél, és itt kerülünk a mozgás és művészettől a harmadik M-hez, a megelőzéshez. Az érzelmi és viselkedés zavaroknak a korrekciójában, az agresszió indulati szabályozás problémáinak megoldásában, a tanulási és figyelmi zavarokban, az emlékezeti funkciókban, és mint állandó eszköz meghatározza a fejlődést,
mert ekkor történik az újrahangolás, de a hangolás egy életen át történik, tehát meghatározó szerepe van a mozgásnak, a művészetnek, az egészséges öregedésben, azokban a patológiás öregedési folyamatokban, amelyeknek neurodegeneratív betegségek állnak a hátterében, Alzheimer, Parkinson, ezeken a területeken nagyon nagy lépéseket tett előre a zeneterápia és az úgynevezett pszichiátriai kórképeknél. Ugye nem egyszer találkozunk már ugye a kriminológiában olyan esetekben, ahol az elkövetett bűncselekmények hátterében komoly patológia áll. És nézzünk valamit, mert a zene nem csak olyan vidám, szép, gyönyörű, mindig a fejlődésre jól ható valami. A zenének érzelmi hatása van. A zenének érzelmi hatása van, amikor a kortárs csoport számára egy szerepmodell közvetíti mindazt, ami a társadalom ellenében kíván működni. A zene az, amit tanulás útján is, de elemi hatása van kicsikortól kezdve bizonyos zenének, ritmusnak arra, hogy félelmet, szorongást váltson ki. Ez az egyik híres jelenet Hitchcock Pszichó című filmjéből. Nézzük a krimit, és már a hangokból tudjuk, hogy itt valami történni fog. Nézzünk valamit, aminél tudjuk, hogy itt olyan emlékek, olyan viselkedés indul el, hisz a zenének társas mozgósító szerepe van, ezt használják az indulók, ezt használják a törzsi dalok, ezt használja minden, amely arra épül, hogy ezen a rendszeren, ami az emberi agy, a ritmus az, amely a közösségeket először a történelmi korok során összehozta, arra épült rá a zene, később alakultak ki a hangszerek, és minden hangszernek megvan a hatása, nem csak az értelemre és érzelemre is. Nem mindegy, hogy milyen formában adjuk át a zenét, nem mindegy, hogy az iskolában milyen módszereket használunk, a módszerünk miben alkalmazkodik a fiatalok igényeihez, és miben kívánja őket eltéríteni attól, amelyet nem tudunk, nem akarunk, nem lehet elfogadni. A zene érzelmi hatását tehát mindenképpen kezelni kell, és az utolsó 5-6 évben, hiszen a zene és az agy kapcsolatának az a fajta felismerése, amelyekből most néhány szemelvényt mutattam be önöknek, az utóbbi 10-15 év kutatásainak eredménye, az érzelem, az emlékek és az agyi funkcióknak az egymásra hatása, ezek fejlődése, működése betegségekben és az egészséges öregedésben és kapcsolatuk a mozgással, ez, ha tetszik, a jövő zenéje. Dolgozunk rajta, minden esetre köszönöm a figyelmet.